A TEIT egyik fő feladata az ellenőrzés, amelyet ismételten elvégeztek a Paksi Atomerőműben. Az ellenőrző bizottságnak lehetősége nyílt belépni a nukleáris területre, ahol a védelem működésével ismerkedhettek és ellenőrizték annak magas színvonalát. A védelmi pontot mutatták be, azt ismerhettük meg, valamint itt az atomerőműben lévő tűzoltó laktanyába tettünk egy szemlét. Ismét megbizonyosodhattunk, és megbizonyosodhattam én is arról, hogy mennyire a biztonság az elsődleges az atomerőmű működésében. Sokszoros olyan elemek vannak beépítve, amely a biztonságos üzemeltetést és a biztonságos működést biztosítják. A bizottság tagjai megtesznek mindent annak érdekében, hogy minél szélesebb ismeretet szerezhessenek. A bejárások során megismertük az erőmű működését és a különböző részeit, de mindenféleképpen újdonság volt számunkra betekintést nyerni itt a védelmi irányítási rendszerbe. Ugye a tájékoztató rendszert is ismerjük, a működését ismerjük, de így közelről megtekinteni ennek a módját, a vezénylési módját, a technikai paramétereit, a feltételeit, a működését, ez mindenképp érdekes volt számunkra. A bizottság tagjai számára fontos a tájékoztatás, mindent meg is tesz a társulás ennek érdekében.